A Marosegyi Egészségnappal megkezdődött a 2023-as egészség és prevenciós programok sorozata Székesfehérvár önkormányzata és a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szervezésében. A szűrőnapon hagyományosan volt általános állapotfelmérés, kardiológiai és bőrgyógyászati vizsgálat, bokakar index meghatározás, dietetikai tanácsadás és csontsűrűségmérés egyaránt. Most már hagyományosan ez a Maroshegyi szűrőnap az első a vizsgálatok vagy a szűrőnapok sorában. Itt mindig nagyon sokan vannak. Nagyon változatos a korosztály. Ahogy itt is látszik, hogyha esetleg körülnézünk, akkor már ilyen 30-asok vannak, 30 év körüliek, és egészen 70-75 éves korig mindenféle korosztály megtalálható. A szombatihoz hasonló városrészi szűrőnapok célja elsősorban a figyelemfelhívás és a megelőzés, ugyanakkor fontos, hogy sokan azért is választják ezt a napot, mert egyes vizsgálatokra az ellátórendszerben normál esetben több hetet, adott esetben hónapot kellene várni. Az összes vizsgálatunkat hozzuk ide is, van kardiológiai szűrés, melanóma szűrés, csontritkulás vizsgálat, bokakarindex meghatározás és általános állapot felmérés is, és nagyon nagy volt az érdeklődés, egy nap alatt beteltek az előjegyzések. A városrészi szűrőnapok a tervek szerint folytatódnak, és természetesen lesznek tematikus szűrések is 2023-ban, emellett folytatódnak a férfi szűrőnapok is.